Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába. Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér. Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek. És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől. A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre. De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet. Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót. Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk. Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Csütörtök délután veszük fel ezt a műsort, úgyhogy most mindenhol egy dolog a vezető hír. Aztán lehet, hogy mire Önök megnézik, ez is lecseg, mint minden egyéb. Na szóval mindjárt mondom, hogy mi ez a hír, átbeszéljük Csintalan Sándorral. Jó napot, magyarok! Reichert Jánossal. Nagy Isten! Dévény Istvánnal. És Balogh Gábor. Szia. Szóval ez a hír, hogy Vona Gábor pártot alapított, pontosabban az alapítványát és az egyesületét alakítja át pártá, a második reformkor alapítvány. A kérdés az, hogy ebben a helyzetben most, amiben vagyunk, kismillió párt van, mindenki pártot alapít egyébként, de gondolhatta volna Gábor arra, hogy ő lehet az a bizonyos alternatíva, ami állítólag annyira hiányzik ellenzéki oldalon? Hát nem, mert az egy új géniusz lesz, nem? Azt várja mindenki, hogy a messiás megérkezik, és úgy a DK-sokat, mint még mindenkit megszólít, alszik. És legyőzi Orbán Viktort, és közérthető lesz, és okos, és el tudja mondani mindazt, ami foglalkoztatja a magyar népet, aki meg is érti ezt, és a bizonytalanok is megindulnak, és az összes eddigi ellenzéki szavazó is felé fog áramlani. Tehát ugye ez a nagy terv, amit szoktunk hallani. Hát én Gábornak szurkolok, hajrá. Az, hogy kellett vagy nem kellett egy új párt, szerintem ezen nem érdemes gondolkodni. Demokrácia van. Pluralizmus, ez olyan rég használtuk azt a szót, hát melyen hát valakinek pártalapítási szükséglete támadtak. Ja, de hát a politikában másképp nem lehet belépni. Hát nyilván, csak... az pártok játsszák, ha tetszik, hanem, vagy leginkább pártok játsszák, hogy a Gábor mire juthat. Arra én is kíváncsi vagyok, mert azért az ő múltatok, ez jó. Én így felmelked ez az új projektet, hogy köcsög. Ez nem volt jó. Ez nem jó volt. Szóval, hogy a múlt, ja, Gábornak azért az ott van, de amit az elmúlt időszakban csinált, összehozott, az meg egy kifejezetten szimpatikus, ez a klasszikus polgári, középre néző, középre tartó, középről kitekintő, középen gondolkodó valami, amire hát szükség lenne, az már egy másik kérdés, hogy a magyar nép mit gondol erről. Nagyobb sikert, vagy nagyobb, a siker nagyobb lehetőségét látom a Vona Gábor történetében, mint a Jakab Péterében. Ha már ilyen volt. Nem nehéz. Volt jobbik párt. Nem nehéz annál nagyobbat. Hát igen, ugye Vona Gábornak persze a múltjának egy részét lehet tekinteni egyfajta tehertételnek is, persze, mert ugye a nagyon radikális Jobbik múltja is ott van ebben, de azért ott van mondjuk a 16-18 közötti Jobbik, ami már azért előképe volt ennek a középről tekintő vagy polgári jellegű gondolkodásnak. Hát nyilván ugye egy olyan emberről van szó, aki annak idején azért szinte a nullából épített fel egy több mint egymilliós szavazóbázissal rendelkező pártot, tehát egyrészt nem homo novus, tehát ugye a várt tiszta ember, aki előbújik a ködből, és hirtelen milliók sorakoznak föl mögé, ez nem ő, mert egyszerűen azért nem a ködből jön elő, hanem
hanem már egy régi tapasztalt politikus. Hát ez meg ugyanakkor tulajdonképpen a pozitívum is, tehát ami a gyengeség lehet, az erő is, hogy már csinált politikai pártot, ráadásul tehát föl is épített szinte a kezdetektől. Látja egy akkor sikeres, saját hibáit is látja. Egy akkor sikeres, ez egy nagyon fontos kérdés, így van, ez egy nagyon fontos kérdés. Minden politikai újrakezdésnek az alapvető kérdése, hogy mennyire látja valaki a korábbi hibáit. Mert ha újra kell kezdeni, akkor valamiért ugye abban maradt, tehát akkor abból le kell vonni tapasztalatokat. Hát ez majd a jövő zenéje, hogy ez mennyire tud majd sikeres lenni. Egyébként szerintem, ha most csak vegytisztán nézem, tehát 100 féle körülmény fogja ezt befolyásolni. Most egy laboratóriumi körülmények között nézem, és csak a számokat veszem, akkor volt egy választás, ahol volt egy ellenzéki összefogás. Az ugye a 18-ban az összes ellenzéki pártszavazóit összeadjuk, és összehasonlítjuk, ezt nagyon sokszor már itt is megbeszéltük. Az összefogott ellenzék szavazataival akkor ugye egy ilyen 6-700 ezres lyukat látunk, tehát 6-700 ezer emberre több szavazott 18-ban az összes ellenzéki pártra. Minden fölmérés azt mutatja, hogy ezek javarészt az egykori Jobbik szavazói voltak, meg az is, hogy ebből olyan nagyon sok nem ment át a Fideszhez. Mentek Mi Hazánkhoz, mert a legtöbben passzivitásba vonultak. Hát az lesz majd a nagy feladat, és igazából ennek a formációnak a legnagyobb politikai ellensége az a közöny lesz, mert aktívból passzívba könnyen átmegy egy választó, ha úgy érzi, hogy csalódik, ha úgy érzi, hogy nincs több értelme közélettel foglalkozni, meg senki nem képviseli őt. Na de aztán passzívból visszarángatni méghozzá tömegeket, politikai párthoz tömegek szükségesek, az aktivitásban az egy nagy feladat lesz. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ezt meg tudják-e ugrani. De tulajdonképpen ezen múlik szerintem ennek a történetnek a jövője. Szerintem te azt kérdezted, hogy lehet-e az alternatíva. Elméletileg lehet, de megmondtam volna, hogy nem az. Tehát ez egy reformista párt, nem alternatíva. És egyben azzal is, hogy a reform korra utal vissza, néha a reformkört összekeverik a 48-as forradalommal, meg a kiegyezéssel. Hát az egy szellemi irányzat volt döntően, jeles értelmiségiek, gazdag emberek a haza üdvére fontos dolgokat tettek, azok között a körülmények között, amelyek voltak, a fennálló viszonyok keretei között. Tehát van a Gábor, ha komolyan veszi magát, és ez komoly, amit mondott, ugye véghallgattam, végigolvastam, akkor a rendszeren belül gondolkodik. És én ezt most nem kritikaként mondom, mert félreértésen lehet. Lehet arra építeni, vagy lehet úgy építkezni, hogy, és ezt sokan kimondják, hogy ez a rendszer megdönthetetlen. És akkor tegyünk a mi életünkbe jót, akár szociális értelemben, ha tudunk és elérünk valamit, akár önkormányzati értelemben. Mert ugye a földindulás is, amiről itt valójában beszélünk, az a 48-as forradalom után és a hadlúvak megjöngelése után történt. Itt van ez a rendszer, amelyik úgy hívja magát, hogy a nemzeti együttműködési rendszerre, mert itt mindenki együttműködni van. Tehát ez elég nyilvánvaló. Ugye hát a Orbán maga is a nemzeti együttműködés manifest. Maga ő a totális nemzeti együttműködés. Most a Gábor is ezt mondja. Én azt gondolom, hogy de ha ebből egy könyvtár születik, vagy egy olvasónépért mozgalom, vagy mit tudom én elfogadom ezt, mint egy politikai programot, azzal együtt, hogy én nagyon szeretném persze azt, hogyha ez a rendszer megdőlne. És azon kívül már hát az emberek ezen jár az agya, talán abban reménykedem, hogy ezzel együtt a reformista megközelítéssel együtt is, ha adott esetben mondjuk legalább annyira össze tudna határozottan állni az ellenzék őszinte szívvel és teljes odaadással, mert még ide tartoznak vélem a Gona Gábor előző gondolatait is, amit régebben, nem olyan régen mondott, hogy mondjuk arra, hogy a rendszert megállítsuk, és tudom én, a kétharmaddal szemben elindítanak kvázi egy alkotmányozott nemzetgyűlés, majd utána kírnak egy rendes választást, lehet az útja és módja annak, hogy azoknak a vágya is teljesüljön, akik ebben a rendszerben ezt a rendszert katasztrófának tartják. Azon kívül meg, persze majd meglátjuk, hogy azokban a legfontosabb kérdésekben
ami mégiscsak megadja egy politikai arculatát, mondjuk egy középre húzó reformista pártnak, úgy mint az unió, úgy mint a háború, úgy mint a szociális ügyek, úgy mint az oktatás, hogy hát ezeket kíváncsian vár. Úgyhogy sok sikert kívánok. Csak annyit, mert az fontos, amit a Sanyi mond, hogy nem alternatíva, hanem reformista párt, hogy aki nyomon követte a második reformkor alapítvány tevékenységét, az erről szólt. Tehát, hogy nem mentek bele ugye ebbe a NER-rel küzdünk, a NER szabályai szerint, a NER sztoriait küzdjük meg, hanem letettek ilyen ötleteket, javaslatokat az asztalra, hogy oké, a NER az olyan, amilyen, az ellenzék olyan, amilyen, de itt van ez, ha ez lenne, akkor valószínűleg jobb lenne mégiscsak a mi kis világunk, beszéljünk róla. Ugye ez volt a tevékenysége a második reformkor alapítványnak. Ez egy ilyen szempontból érdekes lesz pártként, hogy mire lehet ezzel jutni. És még egyet, hogy engem sokan sokszor cseszegettek, amikor Vona Gáborra voltam közös műsorban, hogy lehet leülni ezzel a nácival, meg most írtad ki magad Dévényi az európai ízék közül, meg a többi. Hányszor kiírtuk már? Én teljesen, be se írtam oda magamért. Hát, nekem teljesen őszintének tűnt mindaz, amit a Gábor csinált az elmúlt években. Úgyhogy én azt... Ja, mert őszinte volt, hát hagyd el, már. Nak tűnt. A Fista megengedi a... Úgyhogy hiszek neki. Ezt nem lehet eljárni. Jó, ennél, na ez már kemény, tudod. Na szóval számból vetted ki, szerintem is nagyon sok igazságot mondott a Sándor. Kicsit másképp fogalmazni meg, hogy Vona Gábor mindig őszinte volt, tehát amit gondolt, azt komolyan gondolta, amikor mellénybe ment be meg, azokat is komolyan gondolta, amit most csinál, azt is komolyan gondolta. Én elhiszem Vona Gábornak, hogy ez az ő életútja, az egy valóságos belülről jövő fejlődés. Sajnos öregebb vagyok annál, hogy ezt elhiggyem Orbán Viktornak. Orbán Viktor életútja is nagy kanyarokban volt gazdag. Fejlődik, de már rég nem hiszem el, hogy az egy belső fejlődés. Na most vissza Vonához. Vona esetében úgy gondolom, hogy ez a mai bejelentés, ez tulajdonképpen egy zöldmezős beruházás új fázisba léptetése. Az egész második reformkor alapítvány frankón az ugaron indult. Tehát meg kell mondjam, hogy nagyon nagy teljesítmény, úgy gondolom. A másik, amit még hozzá tudok tenni, az az, hogy amikor én ezt most elolvastam, ezt a hírt, arra gondoltam, hogy mindig hajnalhasadás előtt a legnagyobb a sötétség, szóval, hogy ezt ilyen metaforának szánom, tehát, hogy a társadalom igenis arra vár, hogy jöjjön egy, bár sokoldalú erő, egy konvergáló folyamat, amit nem az új pártok szoktak jelezni. Értitek? Tehát tulajdonképpen az, hogy most megint alakult egy-két új párt az elmúlt időszakban, én nem tudom, hogy talán még Siffer András is elő fog állni esetleg egy párta. Minden esetre úgy gondolom... Nem, ők együtt repültek volna a napletyka szerint. Ugye a Vona, igen. Mesterházi, Siffer, Mesterházi már megcsinálta, az tényleg a fogalmazó párt. Na, hát azért mondom, jó, meglátjuk. Tehát én azt remélem, hogy ez a dolog tulajdonképpen önmaga ellentétébe fordul, és eljutunk arra a hatalmas szellemi magaslatra, hogy a pártok vezetői megértik, hogy nincs rájuk szükség. Tehát, hogy le kellene mondani, hogy a párt az egy instrumentum. Össze kellene adni a valóságos szellemi erőket, és össze kellene állni a természetes embereknek. Az, hogy a XY vagy Z párt előáll azzal, hogy nyitottak vagyunk, álljatok be mögénk, ez halva született. Ez nem fog menni. Tehát de mi az, hogy a természetes embereknek össze kéne állni? Olyanoknak, mint te meg én, akinek személyi igazolványuk van, és akinek szavazajoguk van, azoknak. Érted? Így lesznek ezek, hát? Hogy mind pártelnök akar lenni. Mind! Egytől egyik, most már Jani is. Én nagyon remélem, hogy nem. Nagyon remélem, hogy nem. De mit csinálnak? Kik a nem természetes emberek? Nem, meg azt... Hát mondjuk most... De nem kötekedésből... NLP, vagy a Momentum, vagy ez a párt, ez nem természetes személy, ezek szervezetek. Na de mit csinálnak a személyek? Tehát, de ezt most tényleg nem kötekedésből, csak hogy... És akkor mi történik? Tehát ha mi összeáll, hát 184-en... Meghallgattam a rádióban azt a tévés megnyilatkozást, amit a Kunhalmi Ágnes, gondolom tegnap este vagy valamikor, tudtam, hogy valami komcsit fog mondani, bibliai utálatos, azt töti volt.
elmondta, hogy ők össze akarnak fogni mindenkivel, és mindenki az MSZP-vel összefog. Nem az MSZP-nek kell összefogni, nem az X pártnak kell összefogni, az embereknek kell ráébredni. Most fölösleges azon rágódni, hogy én a Jobbikban vagyok, én a második reformkor. Nem fölösleges. Én a nem fog menni. Addig, amíg nem képesek túllépni azon, hogy ők egy párt, és ezen, addig nem fog. Nem szerintem valamit összetévesz ez most a pártoskodás. A pártoskodásnak rengeteg negatív következménye van, és én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor azt mondják, hogy az ellenzékben túl sok párton, akkor ez egy matematikai igazság, persze, ezt a mágában is vitatkozzak, de az, hogy az ellenzékben nincs szükség pártokra, csak majd együtt, egyben, és majd amikor egyesül valami nagy konglomerátum, mert ezt meg azt gondolom, hogy egyszerűen a magyar társadalomnak a szociológiai, meg a gondolkodásbeli, világnézeti, mindenféle összetétele nem teszi ezt lehetővé. Tehát az a baj, hogy nem fogsz tudni találni, ez egy nagyon nagy paradoxon, és én tisztában vagyok a választás matematikai realitásokkal is, hogy működik a rendszer, csak most így nem tudok kozmetikai tanácsot adni, csak egy ilyen tükröt tudok tartani ilyen bunkó módon, és akkor megint majd jól lecsesznek, hogy miért nem mondom meg, mit kell csinálni, nem tudom, mit kéne csinálni, de szerintem van egy olyan igazság, hogy nagyon nehezen tudsz a legrövidebb távú célt is kitűzni, amely mondjuk egy nagyon lelkes DK szavazónak, és egy egykori 18-as Jobbik szavazónak ugyanúgy megfelelne, legfeljebb egyébként maximum az, amit a Sanyi mondott az előbb, hogy valahogy megtörni a rendszer jellegét, és akkor csinálni egy olyan új alkotmányt, tehát ugye kétharmados többséget kérdezni, és akkor utána viszont azt az egészet robbantani, és akkor szabad folyást engedni az ideológiák természetes, mert normális demokráciában az a természetes, hogy komoly ideológiai viták vannak. Viszont ugye ehhez meg az kéne, hogy erre egyértelmű vállalást tegyenek a pártok, és látjátok milyen érdekes, hogy ez az eleve nagyon csekély eséllyel bíró ellenzék ezt a vállalást egyébként 2022-ben tette meg a választás előtt, tehát nem tudom hányszor rákérdeztek, és az a baj, gyerekek, hogy szerintem a lelkük mélyen ezek az emberek azzal voltak elfoglalva, hogy van 3%-unk arra, hogy nyerünk, de ha bevállaljuk, hogy nem maradunk utána a kormányon, akkor mi van, ha legutóbb nem, vagy a következő kiírjuk, nem nyerünk, nem én leszek, pedig olyan jó lenne legalább másfél évig államtitkárnak lenni, utána bukunk a fenébe, visszajön a Fidesz, de olyan jó lenne, csomó emberben ez volt. Hát, hogy, ez kockázat minimalitás. Hogy fogjunk pozíciót, és hát ha valameddig kihúzzuk a kormányzást, legjobb esetben, számunkra legjobb esetben 4 évig, de ha bukunk és hamarabb, akkor is legalább egy picit pozícióban vagyok. Én megértem, aki egyénileg így gondolkodik, pláne mint a 50-es ember azt mondja, hogy már érek már 13 év után valamit a politikába, hát ha nyerünk, akkor most komolyan alakítsunk egy kormányt 3 hónapra, és akkor utána meg újra kiírjunk egy választást, baromi nagy kockázat. Azt emberileg megértem, csak aki ezen nem tud fölülemelkedni, annak boldogabb országba kell elmenni politikusnak, mert ebben az országban ellenzéki politikus ilyen szűk látókörrel, mint ami a magyar ellenzéki vezetőket jellemzi, örök sikertelenségre lesz károsztatva. Tehát szerintem ez egy helyzet. Mondok egy ilyen füstös hátsó szoba sztorit. Én is ott voltam a füstös hátsó szobában, és a ilyen ellenzéki szereplők, csak hogy alátámasztandó, amit mondtál, és akkor ott az ellenzéki szereplőkkel beszélgettünk, mert hogy az volt a felvetés, hogy tök jó, hogy ők médiapolitikát gyártanak éppen, mint kormányprogram, de mi lenne, ha élő újságírókat is megkérdeznének, hogy nekik mi bajuk van a média helyzettel. De ez már legalább valami izé volt. És akkor én ott elmondtam, hogy szerintem mi a probléma, és ott ütött egy ember, aki ha nyert volna az ellenzék, akkor biztos valami nagyon fontos beosztás. Minimum állom, mit tudom, bármi lett volna. És akkor mondja, hogy a közmédiát azt dózer. Hát mondom, az nem lesz egyszerű, mert hogy ott van egy kétharmados média törvény, ami jó, akkor elzárjuk a csapokat, pénzcsapokat, azt majd abba hagyják. Ez nagyon jó, csak ott emberek dolgoznak, meg mit tudom én, egyrészt, másrészt meg a kétharmados törvénynek van egy ilyen apróbetűs része, mindig elfejtik megnézni, tényleg apróbetűs egyébként, hogy a mindenkori közmédiának 50 milliárd forintot minimum meg kell kapnia. Tök mindegy, mi van, 50 milliárd az évente jár. Tehát elzárni a pénzcsapokat, azt nem nagyon lehet, csak egy kicsit szűkíteni a keresztmetszetét a pénzfolyamnak. És akkor azt arra csapott, és azt mondta, nem azért harcoltam, hogy
itt minden úgy maradjon, mint eddig. Hát, jó, pász meg, csak hogyha nem lehet megcsinálni a dolgokat, akkor... Vagy úgy nem lehet megcsinálni. De az nem számított, mert de majd ők hatalman is, ő hatalman lesz, és, na, és akkor egy kicsit elgondolkodtam, hogy most melyik rendszer a jobb. Most készült egy ilyen embernek elmondani, hogy itt XY-kán figyelj, ez nagyon jó az a... az a, hogy államtitkár vagy, mert ügyvezető kormányban is szükség van államtitkára, de akkor ez 3 hónap. Jó, tehát ne nagyon melegedj meg a székedben, mert utána kiírunk egy rendes demokratikus választást, és akkor majd, hát ha ti nyertek, akkor igen, ha nem, akkor meg nem. És akkor sajnos, hogy itt vagy 57 évesen, és már, hát már nem biztos, hogy lesz. Tehát én ezt emberileg mondom, nagyon megértem, csak ez az örök ezüstéremnek az útja. Az örök ezüstérem. Egyrészt, hogy egy generációs alapon látom én, hogy a 20 évesek is, hogy is mondjam, a bokáig összeszarva, bokálnak a főnök előtt, mert féltik, hogy elveszítik az állásukat, vagyjuk már. Én nem azt akartam mondani, hogy attól, hogy valaki 50 fölött van ilyen, mert van ennek az ellenzéknek egy sok olyan fiatal reménysége, ebben neked teljesen igazad van, aki meg valamire eldöntött, hogy 30 éves korára atya úristen akar lenni, és ugyanúgy. Mondjuk a magyar politika, a magyar munkaerőpiac, politikusokból álló része, a politikai munkaerőpiacon az önben ilyenek vannak. Jó, először is szeretnék egy dolgot leszögezni. Én nem várok csodát attól, ha mondjuk ebben az országban választásokon politikai fordulat lesz. Ettől én csodát nem várok. Különösképpen nem, se a hétköznapokban nem várok csodát. Nagyjából magyar állampolgárok zöme a hatalomba kerül, hogy ilyen körülményesen fogalmazok, úgy viselkedik, mint, vagy legalábbis úgy szeretne viselkedni, mint egy kis Orbán Viktor. Ez az utolsó falutól addig a gazdáig úgy van, aki egyébként rabszolgákat tart oda haza, és azokat dolgoztatja. Ez az egyik megérzésem. A másik megérzésem az az, hogy igen, ez egy politikai kihívás. Egyébként az, hogy politikusokra szükség van, közéleti emberekre szükség van, és ezek, tehát akik, ha úgy tetszik, hivatásszerűen foglalkoznak ezzel, mi sem bizonyítja jobban, mint az a katasztrofális teljesítmény, ami ma Magyarországon, ma a politika címén zajlik. Például azzal összefüggésben is, de a te elemi reflexeid is ilyenek. Mert egyrészt rosszul idézted a Kunhalmit, és lemeltem volna fogadni, hogy egy komcsit fogsz idehozni. Már most idézőjelben, mint negatív példát. Tehát olyan szintű mentális összefiszaság van, és összeférhetetlenség, hogy az valami döbben. Azonban én úgy gondolom, hogy nekünk, vagy nekem az a dolgom, nem érdekel, hogy milyenek az esélyek. Tartozom annyival a kornak, hogy elmondom, ha most megint, vagy nem tudtok valamilyen módon egy kooperációt összehozni, itt 2024-ben az uniós választások után a sok kis-nagy párt fog ott sírdogálni darabonként külön-külön, és olyan zakó lesz, ami megrendítheti 2026-ot is. Mondhatnám azt, amit én pedagógiai elvként tanárként is alkalmaztam, meg így, hát nem tudom, a családom most ehhez mit szól, persze, ha hallja, hogy hát neki kell menni a falnak, az csak megfordul egyszer, már hogy a jó nép. Több ízben nem fordult meg. Tehát ez egy jogos izé, ugye, hogy már többször volt ez az összefogásodni, és aztán nem lett belőle semmi. Nem lett belőle semmi, mert pontosan azok miatt, a szempontok miatt, amit te is mondtál, Gábor, te is, vagy te is, Janó, az a helyzet, hogy ezek képtelenek egyelőre, úgy tűnik ezt összehozni. Egyrészt ezt nem az újságba kell csak úgy üzengetni, hanem mondjuk tényleg le kéne ülni abba a kurvatuste szobába, és megállapodni, leülni. Mi a helyzet, emberek? Föl kell tenni ezt a kérdést. Ez a rendszer sírba viszi ezt az országot. Lehet itt buherálni az oktatásügyet. Pont ugyanazért olyan az oktatásügy, meg az egészségügy, meg az építőipar, meg a nem tudom micsoda, mert ilyen a rendszer. Valaki tényleg komolyan gondolja azt, hogy bizonyos elemeibe bele lehet nyúlni? Bele lehet valamelyest nyúlni, de lényeget érintve nem lehet bele nyúlni abból, hogy az iskolában kaszárnyát csinálnak. Az pont. És kus van. És egyébként ráadásul egyre nagyobb a válság. Szociális értelemben, pénzügyi értelemben. Hát hogyha most eljelzálogosít, átja föl vagy kemmel bassza, a feljegyi repülőteret a kínaiaknak. Hát most komolyan mondom, már pedig nagy valószínűséggel valami ilyesmi fog történni, ha nem is de jóra lesz
kínai, hanem de facto. No szóval az a helyzet, hogy szerintem azt azért kötelessége elmondani, legalábbis én úgy érzem magam részéről, hogy másképp nem, egy technikailag is meg lehet oldani ezt a dolgot, egy alkotmányozó nemzetgyűléssel, amiben annyiban tartunk össze, és csak abban értünk egyet, már akik ebben egyetértünk, hogy kétharmaddal le kell váltani a Fideszt, és utána lehet alkotmányozni, lehet új médiatörvényt hozni, és azt szerint megcsinálni egy új választást. Aki ebben nem akar részt venni, az bejelenti. Egyébként legalább mondom, ketten bejelentették, hogy nem akarnak a rendszerrel semmit. Az egyik az Ungár, a másik a Voma. Ugye az Ungár például is megmondta, hogy ő konstruktív ellenzék akar lenni. Akkor ezt hagyjuk. Jó, oké, legyen. Én ezt tisztelem. Na, én a próbálcsak. De amíg ez megtörténik, addig maradjunk itthon a hazai mocsárban. Na, itt voltunk most is. Igen. Tegnap kisebb mozdult. Közelmúltban Lázár János kisebb érengzést hajtott végre a MÁV vezérkarában. Kérdésem az, hogy szerintetek ez szakmai kérdés, vagy pedig politika van mögötte, és pedig az, hogy ugye tolja rá a kormány felelősségét magára MÁV-ra, ami hát gyakorlatilag, hát most ha azt mondom, hogy nem működik, azért ez így nem igaz. De hát nagyon döcög ez a vasút. Bocsánat, hogy kerek itt voltatok, szerintem így voltunk együtt. Mit mondtam? Mikor került ez a hír először? Kacsepegével volt a izé. Mi? Mármint a MÁV. Vagy? Nem, amikor mondta a Lázár, hogy hajtsák végre a parancsot. Azt mondtam, itt ebben a műsorban csokolom, én a helyükbe csomagolnék. Helyükbe csomagolnék. A ez jetsz... egyébként a kérdésben benne is a válasz. Bocsánat, nem akartam. A jegyszedőt internálták. Ja. Ez egy az egyben ez volt. Egyébként azért én kíváncsi volnék arra, hogy ez mennyire fog átjönni a közvéleményben, és mindig szoktunk legyinteni, úgy is átmegy, meg úgy. Nekem most az a tapasztalatom, hogy nekem azért a kormánypárti ismerőseim is fölvonták a szemöldöküket, hogy most akkor miniszter úr ezt úgy gondolja, hogy ha ő nem tud pénzt intézni a MÁV-nak arra, hogy az adott szakaszt felújítsák, és ott ezért sebességkorlátozást kell bevezetni, aki esetleg nem követte, ugye ez volt a balhé. És igen, azt mondta, csak százal tud menni azon a szakaszon a vonat, holott, miközben ugyan ezen a vonalon Ausztriában 230-al megy. Így van, és Magyarországon is ment ez 160-al, és amíg nem rohadt. Na most a lényeg az, hogy és ugye Lázár azt mondta, hogy olyan nincs, hogy nem találnak erre 30-valahány milliárd forintot, egy irgalmatlanul kivéreztetett, alulfinanszírozott rendszerben, föl sem merült, hogy ő adott esetben mondjuk elvégezni az úgynevezett munkáját, és a kormányülésen borítaná az asztalt, hogy neki erre a pénzre szüksége van. Ehelyett azt mondta, hogy ha nem találják meg ezt a forrást, akkor alkalmatlanok, és akkor kirúgott két régi MÁV vezetőt, aki nyugdíjba ment. Hát érdemei elismerése mellett nyugdíjazták. Tehát lényeg az, hogy keresztapja. Nem igaz. Az nem, nem igaz. Az kiderült, hogy nem igaz. De az a lényeg, hogy akkor én vagyok a Szijjártó keresztapja. Már nem az. Szerintem... Már nem az! Már elmúlt. Szerintem egyébként ez részben, most mutatja persze a rendszer jellegét is, de mutatja egy kicsit azt is, hogy Lázár milyen helyen van, meg ha egy picit konteós vagyok, akkor miért került oda. Ugye Lázár János előző jelentős kormányzati pozíciója, ugye volt egy ciklus, amikor nem volt neki, az előző az ugye kancellária miniszter volt. Na most az egy alapvetően bürokratikus, hivatalnoki rendszerű történet, illetve politikai ilyen befolyás zsonglőrködés. Tehát az egy más történet. Ott részben lehet konspirálgatni, meg a saktáblán rakosgatni ezt, azt, amazt, különféle a kormányzati rendszeren belüli befolyást gyakorolni, meg kiegyensúlyozni, és a többi, és a többi. Meg hát van egy bürokratikus működés, ahol ha Kittike nem végzi el a feladatát a titkárságon, akkor jól le lehet cseszni, meg ki is lehet rugni, és nem igaz, hogy a három példányban nem lehetett megcsinálni ezt a ilyen és olyan iratot, vagy nem készült el az ilyen és olyan jogszabály, és a többi, és a többi. Most Lázár János átkerült abba a világba, ami háromdimenziós, így valóság van benne, anyag van, vas, meg fém, meg hatalmas nagy mozdonyok, meg építőipar, meg stb. Arra akarok utalni, hogy ezek valós dolgok, mocskosul sok pénzbe kerülnek, vagy sikerül hozzá megfelelő finanszírozást szerezni, vagy működésképtelenné válnak, és ha működésképtelenné válnak, akkor a mögöttük vagy fölöttük álló miniszter
fog a nyilvánosság előtt kellemetlen helyzetbe kerülni. Én nem tartom kizártnak, hogy Orbán Viktor azért engedte vissza Lázár Jánost a kormányba pont erre a pozícióba, hogy ezt a sztorit várta tőle, mármint nem ezt adta utasításba, hanem ismeri az embert, és azt mondta, hogy jól van János, vagy látni fogod, milyen az, amikor a valóságban a dolgok nem működnek annyira olajozottan, és akkor majd el fog szakadni nálad a cérna, és majd úgy gondolod, hogy ugyanúgy el lehet intézni ezt, mint egy hivatalban, hogy aki nem melózik rendesen, azt kirúgom, vagy megfenyítem. Hát, ahova gempa kell, pénz kell, meg kormányzati akarat kell, ott nem elég, hogy kirúgod az embereket. Hát tegyem hozzá, ugye, hogy a Lázár nem csak ezt az egy döntést hozta meg a közelmúltban, hanem törölte az összes Budapest környéki nagy beruházást. Az a vicc, ugye, hogy annak egy jelentős része vasúti volt, úgy nem esetleg. Csak úgy megjegyezném halkan csöndben. Nem tudom, hogy hogy fogja a mávát szervezni a pénzeit, de tudtam már ezekben a beruházásokban, amiket most Lázár törölt, még nem volt egy forintse, az mint terv volt. Tehát az nem valóságos vasútépítő gépeket állítottak le, hanem terveket, elképzeléseket, és Lázár János előtt is rohadt a vasút, tulajdonképpen annyiból tágítanám ki a képet, hogy a magyar vasút 1940-ben európai színvonalú volt, azóta eltelt jó pár év, 81 néhány év, szépen egyre gyorsuló ütemben pusztult el, Lázár János személyében egy nagyot mondó ember érkezett, és én segítenék Lázár Jánosnak 3 milliárd forintot megtalálni. Konkrétan ugye annyit kapott arra, hogy a mezőhegyesi birtoknál, ugye, ahol ő ilyen nagy ember valami, nem tudom én, elnök, vagy mi a bumbának, ugye 3 milliárdot kaptak nemrégiben vízágyra a vemhes teheneknek. Én például innen tudnék 3 milliárd forintot a vasútra fordítani, ha olyan nagyon akarnám. De ugye nem én vagyok Lázár miniszter, és Lázár miniszternél is vannak prioritások. Az a 3 milliárd már a zsákba van, ahogy Orbán Viktor szokott fogalmazni. Az nem fog kikerülni onnan. A vasút meg Lázár János nagyot mondásaitól függetlenül tovább fog rohanni. Nemrég zártak be 10 vasútvonalat, közte olyat, amit éppen előző nap adtak át felújítva. Nincs itt semmi csodálatos, a rendszer működik. A Lázárral szerintem annyiban van igazad, hogy Lázárral majd el lehet vitetni a balhét, amikor összeomlik. Mert azért egyébként nincs benne a legbelső. A balhét, hogy nekem ez a vitézi Lázár, mint a Lázár mávos rész, a mávos Lázár rész, mérkőzés, ez olyan, mint amikor egy boxmeccsen az egyik boxoló véletlenül úgy üti meg a másikat, hogy megrogy, és akkor így hirtelen észreveszi, hogy itt most van egy jó lehetőség, és így elkezdi püfölni. Tehát a Lázár most így kapja rendesen így a pofonokat. Azon gondolkodtam közben, hogy mondtátok, hogy majd mit érez majd nép, vagy mit gondol majd a nép ebből az egészből, hogy nekem nem tudom, nekem az a személyes tapasztalatom, hogy nagyon, tehát nem mennek fel ezek a dolgok a kormányig, mármint az érzet, hanem így mindig ezekben a adott kis periférikus, vagy éppen központi, tök mindegy, tehát hogy ezekben az alegységekben van a dühöngés. Tehát, hogy a mávra is lehet, hogy külön haragudni. Tehát lassan nincs olyan nap, hogy 4-5 ismerősöm ne posztolna valamit, hogy egy órája állunk Bükkábrány, mit tudom én mi között, a nyílt pályán, mer leszakadt, mer nem szakadt le, mer a váltó, mer a mozdony, mer. De minden nap, tehát, hogy 4-5 ilyen van. De is már az van, hogy egy kicsit, vagy valami, nem hanem, 50 perces szakaszon 70 perc késés tud összehozni a máv. Ami nem rossz, mert nekem az már az, amit az időugrás egy kicsit. Akkor már jövőben vagy. Szuper ünsebesség. Nem tudom, hogy de valami nagyon durva, körbeértél egyszer. Szóval, hogy minden nap látom rengeteg, aki vasúton utazik, az tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen logisztikai orosz rulettet játszik, mert nem tudja, hogy mikor érkezik hova. De hogy ezek ott maradnak a mávon belül, mávra haragszanak, és én ezt tapasztalom az egészségügyben is. Az orvosra haragszik, a kórházra haragszik, és az nincs az meg, hogy... Ugyanez van. És az nincs meg, hogy ezek az államnak a felügyelete alá tartozó rendszer elemek, hanem csak, hogy ez szar, az szar, az szar. De hogy miért, az valahogy nem bír összeállni, hogy azért szar, mert az állam éppen nem tevékenykedik állam. És azért jó az újság. Azért. Az benne van ez a sorozat, a leépülő államra. Hát, hogy szóljál még 9 millió magyarnak, hogy a sárnyék az összeáll egy képpé az emberek fejébe. Nem a lülődés, az érdekes, te ha már szóba hoztad a tehenet szegényeket, meg azok épelmű lények.
Hát azért ne harul, hogy a lelő hajójából megvan a vasút felújítása a Bécs. Igen. Elképesztő. Nem áll össze. Nem áll össze. Hát 2 milliárd össze. Hiányzik, de akkor oda tesszük a teheneket, és meg. És ha csak ilyen vizes dolgokkal foglalkoztunk. Hajóvízány. Egyébként azért nem kell, ők is emberek, most egy jó ideje egyébként, ebben nem fogok most belemenni, azon mélázik, hogy van, mit tudom én, akár az Orbánnak a fejében bizonyos helyzetekben, vagy akár a Lázárnak a fejében, amikor bizonyos mondatokat elmond például, hogy ezt csinálja. Mi jár? Nem pszichológiai értelemben, egyszerűen most már az emberi érdeklődés. Mert az, hogy a nép így reagál, annak egyrészt van történelmi oka, a másik pedig egy pillanatra visszakacsintva csak az előző témától az a helyzet, hogy a nép egy jelentős része szeretne változást, csak ugye nem látja a változást hordozók szemében azt az esélyt, hogy ez a változás meg is fog történni. Tehát valahogy egy húron járnak az agyak, márhogy a strómanok agyak. Mert a magyar gazdaság egy jelentős része strómanok, stróman cégekből áll, nem versenypiaci cégekből. Most itt mi történt? Először is azért számoljunk már le azzal az illúzióval, szinte minden mondat mögött szokott ez lenni, hogy a Lázár egy minőség. A Lázár nem egy minőség. Én most a tevékenység lázas látszatát kelti. Aki arra járt, először abba belerúgott. Ezért mondtam, bocsánat, hogy kérek másodszor idézem magam. Abban a pillanatban tudtam, hogy ennek ez lesz a megoldása. És attól félek egyébként, hogyha mi az, hogy lerohad. Azért a lerohadás már egy veszélyes üzem. Már bocsika, az egy veszélyes üzem. És amúgy az van meg... Már úgy érted, ha összeomni? Hát nem, mondjuk például a kisiklik egy gombat. Nem kell összeomlani ahhoz, hogy veszélyes kívánjon, igen? Lázár, azt mondta, személyesen felelős az utasok életéért, meg a biztonság kíváncsi vagyok, hogy valamikor ez belefon-e. Ez az egyik dolog, a másik az csak, hogy persze, meg közben van ez a Machiavellista játék, amit az Orbán játszik a Lázárról. Oda rakta a szarkupac kellős közepébe, egyrészt elviszi a balhét, ez fölmutatott néhány áldozatot, most kirúgta a két vezérigazgatót, fasz a kemény gyerek, cinikus mosolyjal áll, és mindig az a látszat, hogy ó, összekacsintunk, olyan, mint Kádár elvtárs lassan téve ezekkel a kacsintásokkal. Szóval, ha egy rendszer rohad, akkor rohad minden szeretében és minden szegmensében. Ezzel együtt kíváncsi lennék, mert jó, erre a szegény emberre mutogatok, aki viszont egy kurva jó csávó, már aki a Magyar Hang cím oldalán van. Hogy ebből a jobb sorsai érdemes emberből egyébként hogy lett ez a cinikus vadbarom? Már a Lázárban. Ja, azt hittem Rácz Andrásról mondtam értelemben, hogy pont ezt emeltem föl. Jó, két dologról nagyon szeretném, ha beszélnénk. Az egyik az az, hogy ugye a kormány folyamatosan azt kommunikálja, hogy nem igaz, hogy hiányoznak tanárok a rendszerből. Egy-egy helyen mondjuk nincs történelem tanár, ilyeneket mondogatnak. Közben ugye ez az álláshely figyelő, az meg kihozta, hogy 7620 betöltetlen tanári állás van. Nem, hát csak az állásfigyelő hozta volna ki, de a KSH hozta ki rá. Akkor bocsánat, csak akkor hogy... a KSH is kihozta, vagy azt hozta ki elsősorban. Hát itt némi ellentmondást vélek felfedezni. Csak annyit, hogy az volt a második negyed évben, tehát az előző tanév végén, de a nagyságrend minden bizonnyal ugyanitt van. Kíváncsi, hogy kinek milyen tapasztalata van, én... Ugye most augusztus végén, szeptember elején igyekeztem a rendelkezésemre álló információs csatornákon begyűjteni a híreket. Én úgy látom, hogy a kormány bizonyos értelemben jó számolt. Tehát a... Elmondom. Tehát a szerencsétlen, beszorított élethelyzeti vidéki tanárok lenyelték a békát. Tömegesen. Tehát az ország terület javarészén nem történik semmi. Így érted? Így. Nem azt mondtam, hogy jól tette. Azt mondtad igazából. Jó számolt. Úgy értem, hogy megtörtént, amire számított. Igen. Értem, nem, politikai nem számítása. Igen, elnézést. Tehát így van. Hol van a probléma? A probléma a városokban van, olyan helyeken, ahol a tanárok tudnak másmilyen állást is találni. Most ezeneken a területeken azt tapasztaltam az információim alapján, hogy elég nagy fluktuáció volt. Tehát meglehetős mozgás volt, de nem csak kimentek a tanári pályáról, hanem be is mentek. Megyei jogú városokban, megyeszékhelyeken is. Tehát igazándiból a kormány ebben a kérdéskörben és elkönyvelheti, hogy megúszta a nagy balhét. A
Harmadik, amit látok, hogy a nagyon nagy szegmenset képviselő egyházi iskolarendszerben nem történt semmi. Tehát az egyházak a saját iskoláikat le tudták hűteni, fagyasztani, mit tudom én. Tehát az egyházi iskolarendszerben nem volt különösebb mozgás. És a legutolsó, amit szomorú szívvel kell mondanom, hogy az, amit már itt egyébként egy fél mondattal érintettünk, hogy a 8 millió választó van Magyarországon, a 8 millió választóból kb. 4,5 milliónak semmi köze az iskolához. Ezek a kormányzati propaganda hatására már elkönyvelték magukba, hogy a tanárok fölöslegesen ugrálnak, azok, akik biztatják őket, azok meg ráadásul heccelik őket, és így a tanároknak nincs igazuk. És a legszomorúbb az, biztos, hogy sajnos a szülők oldaláról sem kapják meg a pedagógusok azt a támogatást, amit pedig megérdemelnének, ami nekik erkölcsileg jár. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a szeptember 15-i tüntetésen, ugye, amit már szerveznek ezek a fiatalok, mert igazándiból ennek az országnak jelenleg a legszimpatikusabb icike szegmense ez a középiskolás korosztály, amelyik határozottan és félelem nélkül kiáll az iskolákért, és tulajdonképpen azt, a saját jövőjével. Azt mondta a Hír TV műsorának felkonfjában a Huzon Trógeres ember, hogy a normális tanároknak és a diákoknak becsengettek, minden rendben van, de a most felmondó hobbi tanároknak kicsengettek. És az, mérges lettem, már ritkán vagyok mérges, csak tudod, így elképzeltem. Hát egy csicska lángost azért, ki, megél egy jobb helyen, igen. Kik azok, akik felmondtak, milyen intézményekben, milyen pedagógusok, milyen életpálya után, milyen történeteket ismertünk meg. Szóval a hobbi tanárok is. Tehát, tudom, hogy nem szép, de nem mondom el, hogy mire gondoltam. Igen, egyébként... Azt kell nézni, hogy a kormány alapvetően folyamatosan egy, én szerintem ezeket a kérdéseket a pillanat uralásának törvényszerűsége alapján működteti, és gyakorlatilag a kormány ez egy hadműveleti térkép előtt ül, ez a hadműveleti térkép a magyar választójogi térkép. Ja. Meggyőződésem, hogy minden fontos kérdés ez alapján dől el, tehát amit János nagyon helyesen mondott, és nagyon fontos, hogy erre rámutattál, hogy ez egy alapvetően nagyvárosi probléma, mármint a tanárhiány, de nem a tanárok méltatlan helyzete, vagy az oktatás lerohadását, ez egy országos, nagyon súlyos országos probléma. Sőt, paradox módon az elmaradottabb, nehezebb sorsú vidéki régiókban még sokkal komolyabb a probléma az oktatás terén is. Ott azonban a tanárok valóban sokkal nehezebben tudnak pályát váltani, be vannak szorítva, satúba vannak szorítva, spanyol csizma a lábukon, és oda vannak láncolva a katedrához. Meg ráadásul, ugye amiről megint keveset beszélünk, az emberállomány is más, elidősödik. Tehát már 15-20-30 éves probléma, ami most egy óriási ellentmondás, hogy ahol a legsúlyosabb a probléma, és alig találsz 50-60 év alatti tanárt, ott lesz a legkisebb a tanárhiány, ameddig ők nyugdíjba nem mennek, utána aztán lehet, hogy összeomlik a rendszer. Akkor is marad minden, de még nyugdíj után is marad. Tehát amíg mondjuk, mit tudom én, le nem fordul az asztal mellől a szerencsétlen. Tehát az a lényeg, hogy amikor ők nézik ezt a hadműveleti térképet, most visszatérve erre a hasonlatra, akkor azt látják, hogy ha területileg ez úgy oszlik el, hogy a választókerületek nagy többségében az emberek ezt nem érzik annyira súlyos problémának, akkor benne van a zsákba, nagyon klasszikust idézzünk, a következő választás is. És szerintem alapvetően ez alapján gondolkodnak, és ez az, ami Orbán Viktort egy hihetetlenül tehetséges politikai taktikussá, és egy végtelenül rossz és kártékony politikai stratégává teszi. Tehát ez a kettő nála együttműködik. Egy ember, akinek a fejében teljesen leküzdötte a taktika, a stratégiát. Mármint nem a politikai stratégiát, hanem az ország, a nemzet stratégiát. Mert ő taktikai szinten gondolkodik, a politikában olykor stratégiai szinten is, bár ebben sem vagyok biztos, mert a pillanat uralásához nem kell stratégiai szinten gondolkodni, csak a taktikai csatákat kell újra meg újra meg újra megnyerni. Na most, szerintem Gábor, semmi baj nincs az, egyetlen egy mértékegysége. A nemzet stratégia Fidesznek egyetlen egy mértékegysége van, a politikai hasznosság. Semmi más. Mindent azzal mérnek, semmi más. Csak tudod, egy jól működő ország is milyen frankó választási győzelmeket eredményezne, nem? Persze. Mert egy pedagógus bérügyi kérdés. De akkor mi is jól járnánk, várja az. Hát, az kell megbeszélni. Figyelj, ne haragudj, Gábor. Ezeket a pillanat uralásához azonban az is kell,
mégiscsak kell egy stratégia, én most öndurván fogok fogalmazni, ha úgy tetszik az önként, és lehet, hogy Mussolini soha nem olvasva, annak a tudása és a belátása, hogy egyébként a politikai rendszernek ez a pillanat uralásához miféle ideológikus, politikai, szerkezeti és strukturális elemek kellenek. Az egyik például az oktatással kapcsolatban ugye a szülőket emlegeted. Miért hiányozna a szülőnek egyébként az iskola, meg miért zavarná a szülőt, hogy mi van az iskolában, ha egyébként ebben a kultúrában a szittyakun Isten rohadt micsodáján kívül semmi nincsen. Például a könyv. És akkor így nézed, hogy igen, maradjál már, itt van a szittya vonalán, mit izélsz? Tényleg, amúgy a kassai egy bölcs. Kassai tényleg egy bölcs. Olvastam egy olyan baromi, hogy tőle valami azt mondott, hogy nem tudom, hogy rendesen idézni, de nagyon jót mondott az állatokról és az emberekkel összefüggésben, hogy az állatoknak egyébként mennyivel több eszük van sok szempontban, mint az embereknek. Na mindegy. De milyen viszonya van ennek a kultúrának a könyvhöz? Az eliten kívül nem soknak. A nyugatot sem olvasták olyan nagyon sokan, nem is látszott a társadalmon, 1 millió ember halálába került. A reformkor, mi olvasjuk a reformkor, hogy irodalmat, akkor nem olvasták. Na most például, hogyha a szülőnek az nem hiányzik, vagy a gyerek hülye marad, akkor meg izgatná őt az iskola. De hagyd fejezem már be, Janu. Hát próbálkozó, folyamatosan nem látják. Elég jelne, mit élhető módon. Látta szemedbe. Elcsináljuk a rossz diák életet. Na vegyél vissza. Na szóval egy ilyen helyzetben ez miért lenne érdekes, és egyébként pedig van ebben stratégiai, taktikai, a stratégia nincs taktika nélkül, és a fordítottja sincs. Arra is nagyon ügyelnek, hogy ezeket a reakciókat, amiket mondjuk folyamatosan mérnek, azért igyekeznek befolyásolni mindenféle mentális, kulturális, pszichológiai és metodikai elemekkel. Szóval ez nem úgy van csak, igen, ők eldöntötték, hogy ennek a nemzetnek, ennek a közösségnek a legrosszabb tulajdonságára játszanak. És hogy folyamatosan be fogják csapni, és hogy hazudni fognak. És adnak egy mitológiát, hogy mi vagyunk az elnyomottak, az üldözöttek, mi vagyunk a kurucok. Rájátszanak, kurucos. Miközben nem olvasott Tali Kálmán kurucsaival senki. Csinálnak filmet, az emberek, de tényleg, ez is egy paradoxon. Ja, a magyar társadalom kuruc lett, miközben fingja nincs arról, hogy mi az, hogy kuruc. Ja. De milyen szar volt az a film? De egyébként, ha megengedett. Pár illusztrációt szeretnék közzétenni. Az egyik például, hogy a Szigliget... Úgyhogy a Szijjártóról még beszélünk. Jó, Szigliget általános iskola, 10 Balatonfelvidéki falu általános iskolája. 9 faluban nincs iskola, 9 törpe község, Salföld, meg Szentbékkála, stb. Szigligeten van egyedül iskola. Ebből egy dolgot azért jó megérteni. A 10 faluból 9-ben senkit nem érdekel, hogy mit keresnek a tanárok. Nem is láttok tanárt. Érde? 2. Az ország hatalmas területein azt hallják, hogy a tanár keres 300 000 bruttó, azt mondják, én se keresek többet, akkor mit ugrál? Igaz, hogy én mondjuk culágerkedésből keresek 200 000, ez meg ugye közben iskolákat járt, meg mitől, nem érdekli őket. A harmadik, amit szintén jó tudnunk, te érintetted, és nem lehet elégszer elmondani, tehát jelenleg a hatási jogszabályok szerint, ha egy pedagógus nyugdíjba megy, megkapja a 100% nyugdíját akkor is, ha ott marad dolgozni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 35-40-42 év munkaviszonyal elmegy egy tanár nyugdíjba, kap 380-400 000 forint nyugdíjat, és megkapja mellé azt a fizetését, azt a bruttó 350-et, amit most keresett, mielőtt nyugdíjba ment. Akkor kettő együtt, az már egy viszonylag elfogadható értelmiségi fizetés. Még mindig csak a harmada az államtitkárénak, a kettő együtt, de ő maga úgy élte meg, hogy megduplázódott a fizetése. És itt jön a kormány következő cinikus számítása, hogy ez az embertömeg most a következő években, meg egy-két év alatt mostanában nagyon sok pedagógus ment nyugdíjba, de nem hagyják abba.
mert hirtelen most nagyon jó kezdtek élni, és ezért végkimerülésig maradnak. Tehát addig, amíg igazán nem roppant meg fizikailag, addig fog tovább tanítani. És itt van az, hogy tulajdonképpen egy bizonyos szegmense a tanártársadalomnak viszonylag elfogadható értelmiségi fizetést kap. Igaz, hogy ez a szegmens az 55 év fölötti. Hát, vagy 60 inkább. Hát, na jó, hát csak egyetlen mondat, hogy íme a pedagógus életpálya modell, hát kedves pedagógusok, nem kell rinyálni, hanem ledolgoztak egy potom 35-40 évet, és utána tök jó fogtok keresni. Nem értem a panaszt. Tehát érinti a pedagógus kérdés. Gyorsan, hogy nem csak a Huzentrógeres emberre rágtam be, hanem egy kicsit a szülőkre is, már olyan értelemben, hogy azt hiszem, hogy mindig volt egy cikk, ahol összegyűjtötték az iskola kezdésnek az ilyen kis vadhajtásait, amikor olyan szülői munkaközösségek így összeálltak, kifestettek, beszéltek, felújítottak, karbantartottak, helyrehozták, amit az állam nem, soha, nem tudom. És hogy és valami ilyesmi volt, hogy megcsináljuk azért is, bassza meg, tehát hogy ez tök jó, csak a állam meg ezt baromira élvezi. És egy nagyon sok szférájában az életünknek élvezi. Nem tudom, mi a megoldás. Most nem azt mondom, hogy nem kellett volna és rohadjon rá a gyerekre az iskola. Nem. Csak hogy az állam annyira aljas, hogy ezt kihasználja. Ezt használta ki az egészségügyben is, nem? Abszolút. Mit mondod? Beviszed a izét? Beviszed te sőt, már mentő helyet is. Beviszed te már gyógyszert is. A beteget? Hát akkor ha beviszed ezt, akkor és most meg is halt két ember. És itt is ugyanez van, és az jutott eszembe, hogy ide és ez a gondolkodás, hogy látjuk, hogy az állam nem csinálja meg, de még zokszó nélkül, vagy dühöngve ugyan, de mégis valamiféle központi irányba mutató, vagy valami központi irányba erősödő, vagy összeálló akármi nélkül megcsináljuk az állam helyett. Akkor ültem a szülői értekezleten, amikor kipattant ez az egész polgári engedetlenségi mozgalom, ugye ott a Szent László gimnáziumban, és akkor, hogy kevés a tanároknak a fizetése, és akkor azt mondta az egyik szülő, hogy dobjuk mi össze mi. Pótoljuk mi. Tehát legyen több a alapítványi pénz az iskán. Számos nevesti iskola kért a szülőktől hozzájárulás. Oké, csak mi van? Mi van? És akkor hirtelen nagy lelkesedés, mert hát ugye elsőre jó ötletnek tűnik, hogy igen, akkor mondtam, hogy nem akarok ünneprontó lenni. Mert most nem az a plusz 5000 forint, amit be kell fizetni fejénként. De most komolyan vegyük át az államtól ezt is, mindent is. Minek van állam, emberek? Minek fizetünk adót, ha egy csomó mindent az állampolgárok intéznek maguknak, mert az állam rájuk tolta. Egészségügy, oktatás, lassan a közlekedés is, nem, a vasúti közlekedést azt magában nehéz megcsinálni. De hogy valami... Na, vigyázz! A rohadó Európában elég jól működik. Na, hogy na mindegy, csak ennyi, hogy jó. Tehát, hogy Győr Sopron ében. Én az állampolgárról beszélek, akkor a kiavítom magam, mert ízemebb, mert hülyeséget mondtam az elején. Nem berágtam a szülőkre. Ez hülyeség, mert nem én is megcsinálnám. Hát, mert nem a szülőkre rágtam be, hanem erre az egész helyzetre, hát arra valahogy, és no, így az állampolgárok átveszik az állami terheket. Akkor támogatod az összefogást. Melyiket? Akármelyiket. Valami összefogást támogatod. Tavaly is bejött. Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország nem fogad el demokráciával kapcsolatos kritikát az Egyesült Államoktól. Se. Ezzel párhuzamosan ugye nézzük meg, hogy kik voltak a vendégeink augusztus 20-án. Mondtam, már tudom, többször elsütöttem ezt a poént, hogy diktátorban volt a karmelitában, stb. Hogy nézitek ezt a dolgot? Na megint? Én nem tudom, szerintem ez egy nagyon tipikus példája annak, hogy ez a taktika meg a pillanaturalás egyébként, mert ha belegondoltok, akkor... Szóval az Egyesült Államoknak egyébként tényleg van egy olyan piszkos, hogy idegesítő szokása, hogy nálunk lényegesen jobb jogállamiságú helyzetű országokról is szokott én kritikákat megfogalmazni. De azért nem mi vagyunk. Miközben nem, mondom, nálunk sokkal jobb helyzetű országoknál is, miközben egyébként tényleg az is igaz, hogy az Egyesült Államok közben nem tudom hány nemzetközi egyezménynek nem részese, meg nem tekinti magára kötelezőnek egy csomó minden. Hát jó, hát így néz ki egy impérium, ők így viselkednek, csak hogy. De most képzeljétek el, hogyha olyan igazán őszintén leszarnák, hogy mit gondolnak az amerikaiak. Vannak olyan országok, ahol tényleg nagyon őszintén leszarják, azok mondjuk a legrosszabbak általában, de ott még egy tiltakozásra fogalmaznak meg, hanem azt mondják, hogy jó, nem érdekes. Ez arról szól, hogy Szijjártó és a kormányzat nem azzal akar vitatkozni, hogy a magyar állam
mennyire felel meg a demokratikus vagy jogállamisági normáknak, és inkább én mindig a jogállamiságot szoktam hangsúlyozni, és nem feltétlenül a demokráciát, mert attól, hogy valahol demokrácia van, és szerintem Magyarországon az van, attól még nem biztos, hogy jogállam van, ez nem ugyanaz. Magyarországon sajnos nincs stabil, normális jogállam, ettől még demokrácia lehet. A demokratikus körülmények között gyönyörűen le lehet bontani a jogállamot. Na de visszatérve. Nem ezzel akarnak vitatkozni, hogy tételesen megnézzük, hogy áll ebben az országban az alkotmányosság vagy a jogállam, hanem azt mondják, hogy ki exportálják külföldre ezt a vitát. Azt mondja, hogy én az Egyesült Államokkal vitatkozom, és nem arról vitatkozom, hogy igazuk van vagy sincs, hanem szuverenitás kérdést csinálok belőle. Hogy te ebben ne szóljál bele, és ezzel egy csomó magyar ember, a lelkem mélyé, még az én kurucos lelkem is egyetért, hogy ne külföldről tessék már megmondani. Én magamtól is tudom, mekkora problémák vannak ebben az országban a jogállamisággal, de Szijjártó Péter és a kormány nem velem akar vitatkozni erről. Meg nem azzal a több millió magyar emberrel, aki hasonlóan problémákat lát mondjuk a magyar alkotmányosságban, vagy bármiben, hanem ő nekik úgy kell, mint egy falat kenyér minden ilyen amerikai kritika, hogy még egyszer az amerikaiak megfogalmaznak, még skandináv országokkal szemben is, hát évente van jelentésük a demokráciás jogállam állapotáról, és mindenhol mindenbe belekötnek. De a magyarok belekapaszkodnak a magyar kormány ebbe, és egy szuverenitás kérdést csinál belőle, és azért nagyon ügyesek, amennyire alattomosak, annyira ügyesek is, mert innentől kezdve, ha te azt mondod, hogy akkor én el szeretném mondani, hogy mi a magyar jogállamisággal a problémám, és mondjuk ez 3 pontban megegyezik a 25 pontos amerikai kritikával, akkor azt mondják, hogy hát te szemét, hány dollárt kaptál ezzel? Tehát itt a probléma. Pedig olyan lelkes voltam, azt mondtam, hogy arról fogunk beszélni, hogy Szijjártó Péter van-e a 7 című. Jaj, ez egy hülyeség, vagy ez sem. Egy hülyeség, egy szemüveges csávó, lehet, nekem 10 ilyen ismerősöm van, aki így néz ki. Jó, de nem. Ha mágába belementünk, akkor ebben de ott volt a témák között, tudom, mert készültem. Igen. Azt hadd jegyezzem azért, meg az hány egy témát. Pontban egyezik Szijjártó Péterrel? Azért hadd jegyezzem meg azért, hogy tehát az, hogy ez a magyar sajtó végigment, nem fogok kevésbé csúnyán fogalmazni, ez a hamuban sült fasság végigment a magyar sajtón, igen, és ebből emberek, hogy mondjam nektek, ilyen rendszerkritikus, hősies kiállást csináltak, hogy különféle csoportokban megosztották, hogy Szijjártó már a mit tudom én, melyik tankönyvben is benne van. De ez nem azért az jól mutatja azt, hogy a magyar nyilvánosság minden szegmensében igen súlyos mentális problémát tapasztalhatóan. Nem csak a kormánypárt. Na, tessék, tiszta Szijjártó. De meg még egy jó, de igen. Rajzolt egy embert a Szijjártó. Rajzolt egy általános ember. Ez amit, hogy kirakok ilyen magvas gondolatokat, bász meg az Orbán Viktor. Ne kezdjük újból ezt. Elegem volt nekem múltkor a Mágó Zoltán magzásotokból. Na jó. Na szóval... Kármi, azt akartam csak mondani, nem véletlen, hogy mikor szólalt meg a nagykövet, ugye, mert végül is elég nyilvánvalóan kronológiailag és dramaturgiailag ugye azután, a nagyköveti megszólalás után szólalt meg, amikor a magyar kormány egyik jeles minisztere nagy ünneplésben részesítette a második világháborús tömeggyilkos népirtó Horthy Miklóst. Hát nyilván, hogy megszólalt. Hát ugye két ellenkező oldalon harcoltunk. És erre nem nagyon lehet magyarázatot adni, és ez a baj persze, és nem fogom most húzni, már ezt hallottátok ezerszer, hogy mélyen összefügg, szerintem mélyen összefügg a magyar társadalom jelenlegi állapota azzal, hogy képtelen feldolgozni saját maga múltját. Tehát ez egy közösségi értelemben egy elképesztő mentális betegség. Ez van, most nem akarom kifejteni még egyszer, hogy egyébként ugyanaz a társadalom, amelyik ugye jelentős rész olyan elképesztően megbocsájtó mindazzal, ami a második, a két világháború között történt. Egyébként mennyire másképpen viszonyul ahhoz a korhoz, ami akár a 133 nap volt, akár a kádári kommunizmus. Vagy hogy különbséget tegyen a Kádár és mondjuk a Rákosi rendszer között. Politika és mindenféle értelemben. És a geopolitikai értelemben is, mert azt gondolom, hogy a német nyomás nem tudott akkora lenni, mint amekkora nyomás volt az, hogy itt volt a vörös hadsereg, vagy a szovjet hadsereg, méghozzá nem is akármilyen mértékben, 56 után meg különösképpen nem. Úgyhogy volna itt
belenézni ide a lelkünkbe. Amúgy van színárnyalatot ad az, ahogy a fideszes kommunikáció az orosz tankönyvügyét kezelte. Tehát ugye a szembenézni a múltunkkal tárgykörben sikerült újabb, hogy mondjam, csomót kötni a régebben sima szára, borzasztóra. Szerintem egyrészt a magyar emberek döntő többség egyébként a Kádár rendszerrel szemben is nosztalgikus. És nem nagyon csinált semmilyen szembenézést egyébként, sem annak a legkülönfélébb árával, amit azért fizettünk, sem azokkal a rémtettekkel, az a rendszerhatalom, mert ott sem volt szembenézés, nem volt itt soha semmilyen szembenézés, mert hadd idézzek Nagy Ferót, amikor még tudott szöveget írni, szóval zsebrevágott minket a történelem, ez az ország ez úgy élt, hogy velünk így megtörténtek a dolgok. Nagyon nehéz úgy szembenézni, hogy mondjuk mit tudom én, Horthy Miklós úgy kerül ki a hatalomból, hogy a náci Németország elhurcolja őt. Tehát úgy kerül ki a hatalomból, érted? Tehát hogy nem, hát hogy számolsz ezek után egy ilyen ember bűneivel, mulasztásaival, erényeivel, bármivel az egész, hogy vonsz mérleget, amikor ez a nemzet semmilyen formában nem dönthette el, hogy mit akar Horthy Miklóssal, vagy Horthy Miklós. Rákosi hasonló. És Rákosi Mátyástól a Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottság, illetve központi vezetősége szabadítja meg a hazát. Tehát ők váltják le. Szóval gondoljatok bele, hogy egy olyan ország, ami egyszerűen azt, és ez nem gondolom, hogy a magyar, ez a tényező, nem a magyar nép felelőssége, mert ez egy sors, az a felelősség, hogy mit kezdünk vele. Hogy a hatalmi elit mit kezd vele, mert ugye ez az egész dolog most azért persze. Hogy azt látjuk, hogy a hatalom, a mindenkori hatalom folyamatosan visszaél ezzel a tudatlansággal. És nem is beszélnénk most róla, mert hát ebben élünk, ha egyébként ki nem áll a főminiszter, hát egyike a főminisztereknek, és áll ezzel a dumával, aki 12-ben vagy 14-ben ennek az ellenkezőjét mondta részben, de mindegy. Akkor azóta pillanat. Hozzá kell tenni, hogy igen. Jó, egyébként mondjuk az nyilván nem lep meg, hogy én sokkal árnyaltabban látom a Horthynak a munkásságát, meg az egész megítélését, de ettől még persze nyilván voltak bőven bűnek meg mulasztások ott is, de azért nem látjuk árnyaltan, mondom, mert ezt 45 után senki nem tárgyalhatta ki, mert ebben az országban Horthy Miklós a nemzet édesapja volt, másnap judeobolsevista hazaáruló, bocsánat, amikor a németek szedték le, a következő nap pedig fasiszta tömeggyilkos. Egy percig itt ez az ország szabadon ki nem tárgyalhatta azt, hogy mi történjen vele. Sokkal súlyosabbnak tartom, hogy a Kádár rendszeren sem tudunk túl lenni, pedig elvileg 89 óta annyit szövegelhetünk róla. De erre most nem játszik rá a hatalom, ez most kívül van a hatalmi tényben. A mentalitására rájátszik az egy más. Jó, de hát az meg már izé. De én annyival zárnám ezt le, hogy én... A megvitatásról nincs szó a Kádár rendszer, a szavakban elítélik, a gyakorlatban meg alkalmazzák az egészséget. Egy dologgal hadd fejeznem, amit én szeretnék erről mondani. Hogy én sokkal inkább arra lennék kíváncsi, nem arra, hogy Lázár János mit gondol Horthy Miklósról, hanem arról, hogy Horthy Miklós fia Horthy István mit gondolna Lázár Jánosról, ugyanis Horthy István élete utolsó másfél vagy két évtizedében a MÁV vezérigazgatója volt, és az a rövid idő alatt egyébként óriási fejlesztéseket csinált a MÁV-nál. Nem tudni, hogy ez mennyiben az ő személyes érdeme volt, de ő volt az elnök, amikor mondjuk az Észak-Erdélyi vasutat rekordidő alatt megépítették, és a többi. És amikor a Magyar Államvasutak, ahogy ezt te már előbb megjegyezted, világszínvonalú volt, hát nagyon kíváncsi volnék, hogy a kiskormányzó, hogy akkor hívták, vajon mennyire lenne oda most az apja nagy tisztelőjén? Napista, mondjál valamit. Nem, mert már most hosszasan tudnék beszélni, mert ez nagyon fontos téma. A szembenézés, nem szembenézés. Elkétség, ebbe nincs kérdés. Micsoda, te beszélj, hosszan. Na. Majd még úgyhogy nem, mert mindegy. Tehát, hogy nekem mondjuk azt, hogy úgy jártam, hogy nekem a kutyának narancs színű labdát gurító Szijjártó Péteres tankönyv jutott, ez van. Kész. Na jó. Így jártam. Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra. Viszlát. Tiszta Szijjártó.